Voltak kis mezők, amire rá kellett lépni, és csereberélni kellett. És az nyert, akinek mindegyik összejött, és előbb beért a célba. Ha valaki rálép az új mezőre, ott kötelező elköltenie, tehát nekem adni a 3 dal dollárt. És még kaptunk pénzt is. Igen. Hozzá. 10 dollárt. Igen. Mert az, ami pénzünk játékországban. És lehetett megvenni az embereket, meg eladni. Igen. Amikor már nem volt pénzük, akkor valami javukról le kellett mondani azért, hogy tudjanak fizetni az államnak. Szóval kicsibe, egy társasjátékba belefoglaltuk magát, ahogy működik a rendszer az életbe. És az volt a lényeg, hogy mindenkinek fel kellett írni, hogy kinek mi kell, például ügyvéd, vagy pincér, vagy szakács, és ezeket meg kellett szerezni, és aki megszerezte az összeset, annak be kellett érni a célba. Nekem ügyvéd kell, meg te is kérdezik. Ha, ha, ha.